Világbajnok lett ugrókötelezésben Vajda Vivien. A kettős állampolgár, de egy ideje brazil színekben induló sportoló a verseny előtt megbetegedett, végül szoros küzdelemben verte amerikai riválisát. A Rio de Janeiro mellett élő magyar lányra a nyár elején Arnold Schwarzenegger is felfigyelt egy bemutató után. Ugrókötelezés, hátraszaltó, majd kézenállás közben ezzel a gyakorlattal nyert Párizsban Vajda Vivien. A 20 éves bajnoknő sorozatban 6-szor lett a világ legjobbja. Néhány nappal később már Budapesten magyarázza a sportág lényegét. Egy ugrás alatt ugye többször hajtod át magad körül, vagy magadon át a kötelet. A rögtönzött bemutató nagy sikert aratott a szigetről hazainduló szlovák fiatalok között. It was super. Soha nem láttam ilyet, és nem merném kipróbálni, mondta egyikük. Vivien a verseny előtt elkapott egy vírust, ezért a tervezett három helyett csak egy versenyszámban indult. Egyrészt már betegen is indultam neki, és nem volt nekem olyan sok erőm, és melleve egy kicsit hátrányosabban indultam, mint az összes többi, de ennek ellenére én nagyon büszke voltam magamra, sőt, még a szüleim is nagyon büszkék voltak. Vivien édesanyja brazil, a lány korábban magyarként versenyzett, ám itthon nem talált magának szponzort, ezért úgy döntött, Brazíliában folytatja. Néhány hete egy bemutató után Arnold Schwarzenegger lépett mellé Rio de Janeiro-ban. Kérdezte, hogy én hány évet csinálom, az eredményeimet kérdezte, és akkor nagyban dicsérte a tanítványaimat, meg a műsort, amit csináltunk, és akkor mondta, hogy hát ez az ugrókötél, ez annyira egy csodálatos sportág, meg hogy nagyon látványos, és hogy ő életében nem látott ilyen érdekes sportot is. Édesapja, a korábbi sokszoros bajnok műkorcsolyázó szerint az ugrókötelezés ezen a szinten már komoly sportteljesítménynek számít. Olyan fáradtsági szintet ér el ebbe a rengeteg ugrálásba, ez az egész 1 perc 15 másodperc. De annyira intenzív, hogy megvannak azok a pontok, amikor tudom, hogy teljesen elmerevedik, és már csak az akarata viszi. Vivien 2012-ben egyedüli magyarként meghívást kapott a londoni olimpia egyik sport bemutatójára. Azt mondja, pályafutása csúcsa lenne, ha az ugrókötelezés bekerülne a nyári játékok hivatalos programjába.